nagyon hamar menőkocsit, fiatalon, csilliárdos állást, fotómodell, playmate barátnőt. Tehát szerintem minden ember, aki megtérő, az eljut odáig a keresésében, hogy akkor döntenie kell mostantól a rengeteg információ alapján, hogy inkább igen, vagy még mindig nem. Ezen mindenki átmegy, aki felnőtt megtérő. És tök jó, hogy kétkedünk, mert az mindig segít, hogy a dolgok mélyére ássunk. A hit az egy szint után egy döntés. Tehát azt mondom, hogy mostantól elfogadom, hogy van. És utána arra kezdem el a bizonyosságot keresni, vagy a bizonyítékokat, ezt a szót kerestem, hogy ő miért van. És nem arra keresem, mint mondjuk korábban, hogy miért nincs. 33 évesen, húsvétkor. Megkeresztelkedtem, ami pont utána volt. Pont a szülinapomon. Én amikor áldozok, és utána a helyemre vonulok, akkor azt kérem az Istentől, hogy a következő áldozásomig tudjon bennem dolgozni, hogy én az ő szeme, szája, keze, füle, ölelő tekintete tudjak lenni. De én legjobban nem is a kötött imákat szeretem, hanem azt, amikor beszélgetek az Istennel, akkor úgy szoktam vele beszélgetni, minthogyha ha jelen lenne. Elképzelem, ahogy megölelem, elképzelem, ahogy ő ölel meg, ahogy tart. Rengetegszer elképzelem, amikor azt kérem, hogy hadd tudjak rád hagyatkozni, ráérezzek arra, hogy milyen is az a benső lélekállapot, ahogy vagyok. Utóbb megszűnik a fizikai világ fontossága, és csak annyira van jelen, amennyire csodálni lehet. Semmihez sem hasonlítható, felszabadító érzés az, hogy ott van, mint gondoskodó, mint gondviselő, mint aki a biztonságot adja. El szoktam képzelni, amikor autózom egyedül, hogy na akkor ez a nap olyan legyen, hogy most nem csak, hogy te mondod meg, hogy hova megyünk, hanem te is vezetsz. És akkor átül a kocsiba, én meg beülök az anyósülésre, mint egy utas, hogy akkor na vigyél, én megyek veled. Az Isten mindent felülmúló ereje, szeretete, az hogyan tud egy a kinti életben nagyon nagy gazságokat elkövetett ember életébe is gyökeres, pozitív változásokat hozni. Bármit is követtek el, akármilyen ocsmányságot, és az lehetséges, hogy a teljes társadalmat felháborítja, és azt mondja, hogy egy ilyen embernek a börtönben a helye, attól még ő a teremtett lélek ugyanolyan tiszta, függetlenül attól, hogy milyen tetteket követett el. Ha mi tudjuk ezt az embert így szeretni, és neki azt az önbecsülését visszaadni, hogy mindezek ellenére van benne érték, és ezt el tudja hinni magáról, akkor a legnagyobb dolgot adjuk nekik vissza, reményt. És ha reményt adjuk oda neki, akkor az Istenbe tud kapaszkodni. Legyen békesség köztünk mindenkor.